akkor a Monori Katasztrófa Védelmi Kirendeltség Monori Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságának tevékenysége, beszámolója a 2019 évén végzett tevékenységről. Én kérdezném a jelenlévőket, hogy kívánják-e a beszámolót kiegészíteni. Jó, akkor köszönöm szépen, akkor fáradj. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestületi tagok, meghívott vendégek! Néhány gondolat a 2019 évi beszámolóhoz. Alapvető célunk az, hogy a lakosság biztonságát garantáljuk, biztonsági érzetüket növeljük. Ez egy hosszú munka eredménye az, amit 2019-ben Monorváros területén mi produkálni tudtunk. Ezt megelőzte egy kitartó gyermekek számára tartott oktatás, megelőzte egy országos szerv által koordinált Ne gyújts a gyűjtse elnevezésű akció, illetve maga a mi tevékenységünk is azzal, hogy felmértük azokat a kockázatokat, amelyek a területre alapvetően jellemzőek. Az itt elért eredmények Monorvárosára lebontva, számszerűsítve, az előző évhez képest, ami már szintén a 17-es évhez képest egy kedvezőbb értékeket mutató év volt, az összes riasztási számunk Monorváros területére 150-ről 131 eseményre csökkent, ami 13%-os eredmény, ami már önmagában is azt gondolom, hogy egy szép dolog, de ami még fontosabb az az, hogy a valóban beavatkozást igénylő eseményeknél ott egy 23%-os eredményt tudtunk elérni, ami 77 beavatkozás volt a területen. Ebből 46 volt műszaki mentés és 31 volt tűzeset. A 31 tűzesetből is mindössze 6 volt az, ami otthon jellegű létesítményben, tehát családi házban vagy lakásban következett be. Azt gondolom, hogy ez a lakosság szempontjából egy igen fontos mérce a mi munkánkat tekintve. És a másik oldalra áttérve, amikor már bekövetkezik a baj, azt gondolom, hogy a tavalyi évben bekövetkező eszközfejlesztés, melyben rendszerbe tudtunk állítani Monoron egy 7 köbméter vízszállítására alkalmas vízszállítót, ez szintén egy nagy erőrelépés a szolgáltatásunk ellátásába, hiszen a segítségével így összesen már a készenlétben tartott vízmennyiség, amit tengelyen ki tudunk vinni egy káresethez, az 18 köbméter, amivel egy jó megválasztott taktikával akár egy olyan időszakban, amikor mondjuk egy tűzi vízhálózat nem működik, akkor is hatékony oltást tudunk megvalósítani. És itt ragadnám még a szót az ügyben, hogy megköszönjem a város vezetésének azt a támogatást, amit a kéklámpás nap lebonyolításában nyújtott nekünk, illetve azt a lehetőséget, hogy a műfes pályát tudjuk használni sportolási lehetőségre. Szóval én köszönöm szépen a velünk való együttműködésre való hajlamot. Én kívánom azt, hogy ez a továbbiakban is hasonlóképpen tudjon működni, és amennyiben esetleg egy kérdés, vagy bármi felmerül önök részéről, akkor az szívesen megpróbálom válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítését. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólása tűzoltóság beszámolójához. Ott úgy látom, hogy van egy hozzász, nem kettő is. Akkor nézzük először akkor a Barna Attila képviselő, nem? Te volt, akkor Sinkovics László képviselő úrnak adnám meg a szót, de az ő nevét már nem láttam. Köszönöm szépen, nem akarnék cigakodni, de a parancsnok urokkal hagy fogalmazzak így egyszerűbben, mert kinek-kinek és nem aláfölé rendeltség szerint. Én úgy gondolom, hogy tűzoltóság akkor működik jó, ha nem csinál semmit. Én azt szeretem, amikor ott szembe mi velünk, hiszen ott a szélső úton szembe vagyunk egymással, csend és nyugalom van. De persze, mint mindenki tudja, mindenkinek a saját baja a legnagyobb baj, és engedjétek meg a köszönetemet kifejezni általában mind a parancsnokoknak, és természetesen a vonuló szolgálatoknak is, legyen aktuálisan kik ők. Mert ugye 3 éve volt egy vasúti pályatest melletti tűz, amikor majdnem eltűntünk, akkor itt volt a félkörnyék, és a tavasz elején sajnálatosan szintén erre értünk haza, hogy a vasút miatt szikrát vetett ez a, egyébként ugye, mint tudjuk, csapadék nem volt. Hát nem kívánom én azt senkinek, hogy arra menjen haza, hogy nem lát semmit a füsttől.
és mondjuk a tűz egy percen belül 20 métert szalad. Tehát én úgy gondolom, hogy az a fajta szakszerűség, amivel ott a szolgálat kijött, a feladatát elvégezte, ez nem csak azért, mert ez nálunk történt, hiszen mi többen lakunk azon a környéken, nem SK, csak mi. Ez egyértelműen azt bizonyítja, és itt említettem az uraknak azt is, hogy azt hiszem, hogy az is egy nagyon nagy szerencsénk, hogy a vonulósok közt, hál' Istennek, elég sok a monori. És ugye ilyen esetben, ami az ő munkájukat is jelenti, ami percekről beszélünk szükség szerint, mert perceken múlhat bármi, azért az a fajta helyismeret, amivel ők itt rendelkeznek, az ismételten csak úgy gondolom, hogy városunk egészére nézve egy nagy szerencse, és azt hiszem, hogy ezt még egyszer engedtessék meg, hogy akkor is kérném szépen a parancsnok urakat, hogy ezt a vonuló szolgálatnak is tolmácsolják a köszönetemet. Köszönöm. Képviselő úrnak, akkor megadnám a szót Barna Attila képviselőtársamnak. Köszönöm a szót. Én is megköszönném a múlt heti árvízi helyzetben való helytállását a tűzoltóságnak, mert én is láttam, nagyon sok helyen ott voltak. Csak annyit volna ezzel kapcsolatban, ha lehet kérdést föltenni, hogy most ez nem régebben volt, hogy milyen tevékenységek voltak akkor ebben a rendkívüli helyzetben, hogy esetleg tud erről valami beszámolót adni. Mert pont akkor jöttem haza például a vonattal Pestről, érdekes jelenség volt, hogy zúgott az eső, és közben meglángolt ott a vasútnak egy ilyen berendezése, biztosító berendezés, vagy nem tudom mi volt. Ott is láttam, hogy ott is próbáltak odajutni a tűzoltók, mert kocsival már nem tudtak oda menni, és akkor úgy tovább végezték az oltást. Meg itt a fakidőlés, meg a vízhivattyúzás, nagyon érdekes helyzet volt. Ha esetleg erről tudik is információt, akkor megköszönjük röviden. Hát először is engedjék meg, hogy megköszönjem a dicsérő szavakat, és az elmúlt időszak eseményeivel kapcsolatban valóban a vasútállomáson volt egy biztosító berendezés, ami technológiai hibából adódóan gyulladt ki. Ezt igazából a készenléti állomány szakszerűen eloltotta, további károt nem keletkezett, és a közlekedésben sem okozott fennakadást. Az időjárási körülményekből fakadó feladatok, például itt pont a szomszédban volt egy fakidőlés, ami ráadásul pont egy kollégának az autója sérült alatta, úgyhogy rögtön itt volt a helyszínen, még segített is a többieknek. Azt kell, hogy mondjam, hogy bár soknak tűnik, meg nagynak tűnt ez az esőzés és a szél, de szerencsére nekünk nem adott annyi munkát, mint a megye többi tűzoltóságának. Ettől függetlenül abszolút fel vagyunk készülve ezekre a helyzetekre, megfelelő mennyiségű eszközzel és erővel rendelkezünk hozzá, hogy ezeket felszámoljuk, és fennakadás, én úgy tudom, hogy nem volt sem közlekedésben, sem pedig infrastruktúrában emiatt. Köszönjük szépen! Én is szeretném megköszönni mind az önkormányzat nevében, mind a monori lakosok nevében azt az áldozatos munkát, amit a monoriakért tesznek, illetve hát mivel, hogy a megyei igazgató úr is itt van, én nagyon szépen köszönöm neki is azt a munkát, amit egész Pest megyéért tesznek. Köszönöm még egyszer. Köszönjük, hogy itt voltak. Hogyha a további ülés érdekli önöket, akkor szeretettel marasztaljuk, de akkor most döntenénk a beszámolóról, és gyakorlatilag utána már nem fogunk többet beszélni a katasztrófavédelemről és a tűzoltókról. Akkor én feltenném szavazásra a monori kirendeltség tűzoltóparancsnokságának tevékenységéről szóló 2019 évi beszámolót. Aki egyetért a Jogi és Közbiztonsági Bizottság határozatával, azt kérem, az igen gombbal jelezze. Köszönöm szépen, 12 igen szavazattal egyhangulag a képviselőtestet támogatta a beszámolót. Még egyszer köszönöm szépen a munkájukat, és köszönöm, hogy itt voltak nálunk. Trincsiné Márton Zsuzsanna vezetői megbízásának visszavonása. Kérdezném a érintettet, hogy kívánja, hogy a képviselőtestet ez zárt ülésben tárgyalja. Jó, köszönjük szépen. Hát ugye eljött az idő, gyakorlatilag én mikor ugye megkaptam ezt a hírt, én nagyon meglepődtem rajta. Hát mielőtt beszélnénk ugye a határozati javaslatokról, én azért szeretném megköszönni
Trincsiné Márton Zsuzsannának az elmúlt hosszú-hosszú éveken tartó munkáját, és azt a munkát, amit tényleg Monor városáért tett, a monori óvodásokért tett, és gyakorlatilag azt, hogy mindig tudtunk normális körülmények között és jó viszonyban együtt dolgozni. Még egyszer köszönöm szépen a város nevével. Köszönöm szépen még egyszer a munkáját. És akkor két határozati javaslatról szavaznánk. Ugye az Emberi Erőforrások Bizottság és a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérdezném egyébként a bizottsági elnököket, hogy kívánják-e... Jó. Akkor írásosnak megegyezővel először szavaznánk az első határozati javaslatról. Aki egyetért vele, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm. 12 igen szavazattal a képviselőtestet egyhangulag támogatta, és a második határozati javaslatot tenném föl szavazásra. Aki egyetért vele, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm. 12 igen szavazattal a képviselőtestet egyhangulag támogatta. Még egyszer köszönöm a intézményvezetőnek az eddigi elmúlt években tartó kitartó munkáját, és boldog nyugdíjas éveket kívánok. Köszönöm szépen. Emese többlet támogatásának kérelme. Ugye itt a veszélyhelyzet alatt itt alpolgármester úrral, ugye mikor megtudtuk azt a hírt, hogy gyakorlatilag nekünk itt meg kell húznunk egy kicsit a nagdrágszíjat, ugye rögtön a sportegyesületet ugye bevontuk egy tárgyalásba, és átbeszéltük velük azt, hogy ugye hogyan tovább, és hogy köszönjük szépen, hogy hogyan tovább, és szeretnénk bizony a nadrágszíjon egy kicsit húzni. Gyakorlatilag teljesen nyitottak voltak a kérdése. Majd a későbbiek folyamán, mikor ez a veszélyhelyzet előbb befejeződött, mint azt eredetileg prognosztizálták, ugye megváltoztatták ugye a kérelmüket, mert gyakorlatilag újraindult az élet, és ezért jött be ez a kérelem. De én megadnám a szót, akkor először szerintem Magdics Máté képviselőtársam jelezte a hozzászólását, és akkor... Köszönöm a szót, Mr. úr képviselőtestület. Monor Sportegyesülettel kapcsolatban elég sok alkalommal megkaptuk, hogy sportellenesek vagyunk. Én ezt szeretném határozottan cáfolni, nem vagyunk sportellenesek, csak úgy gondoljuk, hogy más olyan fontos terület is van a városban, ami legalább ennyi figyelmet igényelne. Legjobb aktuális téma itt ugye, hogy pár tízezer forinton, hát ha nem is vitatkozunk, de megy a húzavona, hogy óvodai pedagógusat meg tudjunk tartani, másik oldalon pedig lényegében 10 milliók így mennek ki. Én úgy gondolom, hogy a sportegyesület vezetése részéről is kicsit több felelősséget várnánk el a mostani helyzetben, amikor rendkívül nehéz helyzetben van a város, és még nem tudjuk, hogy mit hoz az év második fele. Nagyon sok forrás ugye elvonásra került, ki tudja, hogy milyen bevételeink lesznek, a lehetséges második hullám milyen plusz kiadást fog még a város számára jelenteni. Mindenhonnan elhangzott, hogy nem tudjuk, hogy mennyi pénzünk van. Így ennyi pénzt kérni, mert én gondolom, hogy maga a kérés is felelőtlenség ilyen nagyságrendben. Nem sajnálom tőlük a pénzt, adjuk nekik a pénzt, amennyi lehetőségünk van. És úgy gondolom, hogy ilyen nagyságrendben most, jelen helyzetben nem engedheti meg a város magának. Köszönöm a figyelmet. Szólását, és akkor én megadnám rögtön Balogh Péter képviselőtársamnak is a szót. Éppen polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Ha jól emlékszem, csak úgy fejből mondom, hogy elmaradt a temetőnek a tervezési díja, tehát vissza lett volna járt a program
vissza lehet vonulni az intézmények felújítása, tehát sok mindent nem tudunk megcsinálni. Nekem soha nincs bajom abban, hogyha valaki pénzt kér, hogyha megfelelően látnám azt, és meg tudja indokolni, hogy miért, de én szerintem ez nem. Na most Covid után vagyunk, Covid ködbe és Covid előtt, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz, mi történik. Azon kívül én azt gondolom, hogy ez a kérelem önmagában most ebben a helyzetben, hát hogy mondjam, hogy nem sportszerű, hogy stílusos legyek. Úgyhogy én nem tudom támogatni, tehát a bizottsági ülésen se támogattam, így most se fogom támogatni. Köszönöm szépen. Alok Péter, képviselőtársamnak a hozzászólás. Megadnám a szót Juhász László alpolgármester úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt képviselők. Szeretném kiegészíteni olyan információkkal a napi rendet, ami nem biztos, hogy ismert, és hát ha akkor jobb érzésű lesz ez a támogatás a másik oldalon ülők számára is. Kicsit messzebbről kezdeném. Az elmúlt 3-4-5 évben én nagyon sokszor megkaptam ugyanazt a jelzőt, amit a Magdics képviselő mondott, hogy sportellenes vagyok, annak ellenére, hogy tagja vagyok a Monori Sport Egyesületnek. Azért, mert rendkívül kritikusan szemléltem a sportolási egyesületnek a gazdasági működését, illetve a beszámolási minőségét, hogy hogy használják fel a pénzeket. A tavalyi évben ugye, akkori elnök úr lemondott, és új elnökséget kapott a sportegyesület. Amikortól én azt látom, hogy ezek a dolgok, ezek a kérdések, hogy hogy számolunk be, mire költjük a pénzt, mennyire vagyunk transzparensek, tudatosak, ezek teljes egészében megváltoztak, és gyakorlatilag nyitott könyvé vált számunkra az, hogy merre halad az egyesület. Legutolsó fontos lépése egyébként ennek az volt, hogy a labdarúgó Kft-t már nagyon régóta szerettük volna, hogy nagyon transzparensen beszámoljon. Ott is történt egy vezetőváltás, és ott is elindult egy ilyen irányú nagyon jó kiszámíthatóvá válnak. Tehát az új vezetés, az tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is komolyan tisztán akar együttműködni az önkormányzattal. Szerintem polgármester úr nem biztos, hogy pontosan fogalmazott, hogy a járvány idején ez hogy indult el ez a folyamat, hogy mi megállapodtunk a sportegyesülettel. A sportegyesület nem mi hívtuk föl őket, hogy akkor gyertek és beszéljük meg, hogy akkor mi lenne a támogatás mértéke, hanem maga a sportegyesület elnöke, illetve igazgatója jelezte azonnal, hogy ők jönnének, és ők tisztában vannak a helyzetben, nincs is sportélet, és beszéljük meg, ők lemondanak amiről, mindenről, amit tudnak. Tehát így a méltánytalan támogatást azt nem is tudom nagyon értelmezni. Ennek lett az az eredménye, hogy először arról döntöttünk, hogy a már korábban megszavazott 60 millió forintos támogatást 40,5 millió forintra csökkentettük, ami abból származtatódott, hogy a nyárra, amikor az látszott, hogy semmilyen sportélet nem lehetséges, akkor csak a működéshez nagyon fontos dolgokat tudják egyáltalán kifizetni, számvitel, bérleti díjak, közműszolgáltatások, ilyesmi, és gyakorlatilag minden támogatásról lemondtak. Tök logikusan, mert egyébként akkor az látszott, hogy nem lehet sportéletet élni augusztus 31-ig, és akkor azt mondtuk, hogy bízva abba, hogy szeptemberre normalizáljuk a helyzet, akkor arra az időszakra is, gondolva, hogy egyébként a versenyzés az kisebb mértékben tér vissza az egyesülés életében, mert hogy utazási korlátozások vannak, stb. Akkor azóta mondás, hogy ott is faragjunk, és akkor az arra az időszakra eső havi 5 millió forintot 4 millió forintra csökkentettük. És tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon is méltányos és jó hozzáállású tiszta ajánlat volt a sportegyesület részéről, amit mi egyébként véleményeztetve a képviselőkkel elfogadtunk. Telt az idő, egy hónap, két hónap, akkor van egy járványhelyzettel kapcsolatos realitás. Nagyon hirtelen jött, tehát ott voltam a sportegyesület elnökségén, és hirtelen arról beszélgettünk, hogy hoppá, mégis edzéseket lehet indítani, edzőtáborokat lehet szervezni, és még lehet, hogy versenyeztetni is lehet, akár még ott a nyáron, vagy akár az ősszel. És jött vissza az a kérés, mikor már tisztán látszott, hogy az edzőtáborok megszervezésére van mód és lehetőség, hogy,
hogy legalább a nyári időszakra ebbe adjunk támogatást, hogy az ott sportoló 700 gyereknek meg lehessen kínálni ezt a szolgáltatást, és a mai információim szerint egyébként ezzel a szolgáltatással 300 gyermek élni is fog a nyár során. Lássuk be, egy nagyon hasznos szolgáltatás a szülők számára, akik így a nyári időszakban, amellett, hogy van óvoda, de nem abban a szolgáltatás készlettel, el tudják helyezni, le tudják kötni a fiatalokat, ráadásul egy olyan tevékenységgel, ami a személyiségfejlődésre azt gondolja, hogy rendkívül jó hatással bír. Ezért jöttek azzal a kéréssel, hogy a nyári időszakra emeljük meg 1,5-1,5 millió forinttal a támogatásokat. Hozzá kell tennem, hogy ez a támogatás, ez viszont azáltal, hogy a táboroknak a 90%-a helyben szerveződik, bevétel generál, nyilván az edzők számára is lesz belőle bevétel, de bevétel generál a sportcsarnok számára is, mert a legtöbb ilyen edzőtábor az ott fog megvalósulni. Tehát azt gondolom, hogy ez nem is biztos, hogy átadott forrás, de visszajövő forrás is. És a másik kérés az volt, hogy azért látszik, hogy lesznek, már vannak meghirdetett versenyek az őszi időszakra, és csökkentett mértékben ezen azért a lehetőségekhez mérten szeretnének a különböző szakosztályok részt venni. Ezért kérték, hogy ott a 5 millió forintról 4 millió forintra csökkentett havi támogatást emeljük vissza 4,5 millió forintra. Mi ezt támogathatónak gondoltuk polgármester úrra, ezért is hoztuk be a képviselőtestület elé. Mindig hozzátéve azt, hogyha van második körös járvány, és sokan beszélnek erről, hogy megvan a lehetősége, természetesen akkor megint leülünk, és visszavesszük ezt a támogatást. Csak tehát olyan mértékben támogatjuk az Egyesületet, ahogy a helyzet indokolja. A nyári időszak kapcsán én ezt nagyon-nagyon támogathatónak tartom, hogy egyébként itt szociális életet is, sportéletet teremtsen az Egyesület, és zárásként még egyszer, én nagyon boldog vagyok a Sportegyesület új elnökével, nagyon köszönöm, hogy ő van nekünk, és nagyon bízom, hogy egy hosszú jó munkát tudunk végezni együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen a polgármester úrnak, és ugye még azt is hozzátenném, mielőtt megadnám a szót Magdics Máté képviselőtársamnak, majd utána Róth Artúr képviselőtársamnak, hogy ugye itt egy kötelező önkormányzati feladatról beszélünk itt a táboroztatás tekintetében, tehát ugye azért is van jelentősége ennek a dolognak, de valóban ugye a szeptember, október, november az már valójában edzésekről, versenyekről fog szólni. Szeretném akkor megadni Magdics Máté képviselőtársamnak a szót. Megint el szeretném az elején mondani, hogy nem vagyok én a sportnak az ellensége. Ugye egy Covid vírus kellett ahhoz, hogy én 20 év után újra elkezdjek napi szinten sportolni, ez nagyon fontos, és ezt támogatni kell. Senkinek nem mondom kétségbe a tisztességét, a jó akaratát. Nem mondom azt, hogy a sportegyesület valós teljesítmény nélkül kér pénzt. Én azt mondom, hogy ezt most Monorvárosa nem biztos, hogy megengedheti magának. És itt most az, hogy jön második hullám, vagy nem jön második hullám. Én a város jelenlegi rossz anyagi helyzeté miatt appellálok ez ügyben, hogy rendkívül szűkek lettek a bevételeink. Előtte se volt egy hüdejó az egyenleg. Én ezért mondom, hogy kicsit itt is vissza kellene venni. Köszönöm. Köszönöm képviselőtársamnak. Megadnám Róth Artúr képviselő úrnak a szót. Polgármester úr, szintén a támogatással kapcsolatban közel 300 gyerek fog majd újra kezdeni táborokba. Az egy hetes tábor az 25 ezer per fő egy gyereknek. Most ha 300 gyerekről van szó, az már közel a 7 millió körül van. Nem tudom, hogy amit a szülőktől el kérnek, az nem elég erre a táborozásra, mert ez mondom, ahogy számol, az körülbelül a 7 millió körül van. Tehát erre még most adjunk még támogatást, ezt soknak tudom. Holott mondom, én a sportot maximálisan támogatom, sportoltam, sportolok most is, ezért nem fogom ezt támogatni. Köszönöm. Köszönöm képviselő úrnak a hozzászólást. Azért
Azt szeretném elmondani a képviselőtársaimnak, hogy bontsuk ezt ketté. Tehát vannak olyan táborok valóban, amik piaci alapon működnek Monoron, és vannak olyan edzőtáborok, ahol bizony-bizony szükség van ahhoz, hogy egy szakosztály ezt be tudja indítani, az önkormányzat valamilyen forrást hozzátegyen azért, hogy mondjuk a szülőnek se kerüljön annyiba. Én nem tudom ezt pontosan, hogy szakosztályonként ugye mennyibe kerülnek ezek a táborok, de én úgy gondolom, hogy ebből senki nem akar bizniszt csinálni. Én úgy gondolom, hogy ők teljesen jó hiszeműen járnak el, és valóban vannak olyan piaci alapon szervezett táborok, amit lehet akár úszótábornak hívni, de azt nem a Monori Sportegyesület szervezésében történik, vagy van többféle ilyen tábor is Monoron valóban. Kérdezném a képviselőtársaimat, hogy kívánják-e kiegészíteni vagy hozzászólni ehhez a napi rendi ponthoz, akkor én egyszerre tenném föl szavazásra a két határozati javaslatot, bár a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottság ugye már pénzt is tett hozzá gyakorlatilag, tehát ott már a határozati javaslatban az összeg is, és így a Városfejlesztési Bizottságnak a határozati javaslatát tenném föl szavazásra. Aki egyetért vele, azt kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm. 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a képviselőtestület támogatta az emese többlet támogatási kérelmét.